Köszöntöm kedves nézőinket! Ez az Építők kézilabda magazin. Sajnos a Telekom Veszprém számára véget értek a küzdelmek az idei bajnokok ligája kiírásban, hiszen Ljubomir Vranyes csapata képtelen volt ledolgozni 7 gólos hátrányát a Dán Skjern elleni visszavágón. Nem lehetetlen megfordítani, de nem lesz könnyű. Ezek voltak Ljubomir Vranyes szavai a visszavágóval kapcsolatban, még a Skjerni mérkőzést követően. Tudta ő is, a dánok teher nélkül jó hangulatban érkeznek meg majd Veszprémbe, ahol csak egy feladatuk lesz. Higgadtan kivárni és folyamatosan kontroll alatt tartani a mérkőzést, akkor elég lehet a 7 gólos előny a számukra. Persze, ha nem roppannak össze a teher alatt, és ha nem roppantja őket össze az a pokoli hangulat, amellyel a hazai drukkerek készültek már jóval a mérkőzés előtt. A Gyurákovics István vezette B közép arra kérte a szurkolókat, hogy mindenki adjon bele apait, anyait a bíztatást illetően, hiszen ezen a Skjernen, a Veszprém erejét látva és ismerve, mindenképpen túl kellett volna jutnia a bakoni csapatnak. Én azt gondolom, ez nem a PSG, ez nem a Vardar, nem a Kielce, ez a Skjern. Az első mérkőzésen azt, hogy kikapunk volna 2 vagy 3 góla, teljesen belefért volna, de egy ilyen 7 gólos vereség szerintem ez szégyen kategória. A szurkolókra nem lehetett panasz, a teltház garantált volt a részükről, és mindannyian bizakodva érkeztek meg az arénába. 12-vel fogunk ma nyerni! Bent a csarnokban már a bemelegítés első pillanataitól pokoli hangulatot teremtettek a jelenlévők. Aztán sorban érkeztek meg a pályára a veszprémi játékosok és az edzői stáb is. A feszültség szinte kitapintható volt a csarnok minden egyes négyzetmilliméterén. Már a kezdő sípszó után lehetett látni, hogy ez a Veszprém teljesen más mentalitással játszik, mint tette azt a dán ellenfelének otthonában. Gáspár Margucs és Momir Ilić góljaival már is 2-0-ra vezettek a hazaiak. Majd Konradson talált Mikler kapujába, jelezvén, hogy nem feltartott kezekkel játszik a Skjern. Manaszkov révén már 3-1 volt a veszprémieknek, de Anders Eggert 7 méteresével ismét csak egy volt közte. Sőt, a vendégek folyamatosan képesek voltak tartani ezt a különbséget, olyannyira, hogy a 12. percben Bjarte Myrhol gólját követően már ki is egyenlítettek. Ekkor ismét megrázta magát a Veszprém, Ilić óriási bombája után a 16. percben már 9-7 volt az állás. Egy perccel később Manaszkov találatával már 10-7. Ekkor időt kért Ole Nørgaard, a vendégek mestere, de ezzel sem tudták kizökkenteni a veszprémieket. A gólgyártás tovább folytatódott. A rosszabb napot kifogó Nielsen kapus most sorban kapta a gólokat, és a 21. percben Andreas Nilsson révén már 13-9-re vezetett a bakonyi csapat. Ám ekkor sokak által vitatott módon egy kiállítást ítélt a francia játékvezetői páros. A dánok ezt ki is használták, és felzárkóztak 13-11-re. Ezután a frissen beállt Petar Nenadić percei következtek, az ő vezérletével 16-13-ra ismét ellépett a Veszprém. A második játékrész is hazai góllal indult, Gajic révén már 17-13 volt az állás. De ismét megtört a lendület. A 4. percben Anders Eggert újabb büntetőjével 2-re csökkentették a hátrányt, miközben a hazaiaknak 2-s emberhátrányban kellett játszaniuk, és a Skjern felzárkózott 20-18-ra. Innentől viszont a dánok irányítottak, higgadtan és türelmesen játszottak. Hosszú lefolyású támadásaik végén szinte mindig gólokat tudtak szerezni. Így az utolsó negyed órára ki is egyenlítettek, ekkor 24-24 volt az állás. A Veszprém még egy rohamot indított a végére, de a Skjern mindig tudott lőni egy-egy gólt, így nem sikerült nagyobb különbséget kialakítani. Ekkor már 8 gól kellett volna a bakonyiaknak, bár 34-29-re megnyerte a Telekom Veszprém a találkozót, de mindez kevésnek bizonyult és kiesett a bajnokok ligájából. Ljubomir Vranyes vezetőedző minden felelősséget magára vállalt a találkozó után. We did some mistakes today as well, but a mai mérkőzésen is sokat hibáztunk, de még mindig azt gondolom, hogy az első meccset rontottuk el. Képesek lettünk volna ezt kijavítani, és nem is volt rossz a csapat, de veszprémi szinten ez nem volt elég jó, amit ma nyújtottunk.
Bár 34 gólt lőtt a Veszprém, de nagyon sokat is kapott mellé. 29 találatig jutott a Szkjern, pedig nem mozgott rosszul a hazai védelem, és Alilovic is remek formában védett a kapuban. Viszont a bakonyiakat sürgette az idő jobban, talán ezért is jöttek azok a hibák, amelyeket könyörtelenül kihasznált a Szkjern. Nekünk mennünk kellett az eredmény után, ők jöttek, csináltak ezt a gyors játékot, és hogyha például 2-3-at cseréltünk, akkor volt, hogy egyből megbüntették. Első fél időben volt az, hogy kicsit üresebb volt a közepe, jöttek gyors középből, gólt szereztek, úgyhogy ez ilyen rohanós játék volt, ezért is volt túl sok gól. Hogyha a kinti meccsen is mondjuk 34 gólt lövünk, akkor azért más lett volna az eredmény alakulása. Petár Nenadicson nem múlott semmi, hatalmas kedvel játszott és 9 góljával ő lett a legeredményesebb játékos. Volt, hogy ember hátrányban is be tudott találni a kapuba. Nagyon sok kiállítást kaptunk, lehet, hogy néhány nem volt jogos, de ilyen a kézilabda. Ezzel a néhány döntéssel mi nem tudtunk versenyezni. Magunkba kell most nézni. Nehéz bármit is mondani ebben a pillanatban, de mindenképpen szeretnénk megköszönni a közönségnek, hogy itt voltak és szurkoltak nekünk. Őrületes atmoszférát teremtettek, de sajnos nem tudtuk ma megoldani a feladatot. Bocsánatot kell kérnünk. A meccs után a közönség az idény végén Szegedre igazoló Mirko Alilovicot éltette, akinek ez volt az utolsó Bajnokok Ligája találkozója veszprémi színekben. Nem is csoda, hogy a könnyeivel küszködött a mérkőzést követően. In my 7 years, this is one of the most difficult matches for me, because it's... Az elmúlt 7 évben számomra ez volt az egyik legnehezebb mérkőzés, hiszen ez volt az utolsó kupa meccsem itt Veszprémben. Az álmom az volt, hogy ezzel a csapattal nyerem meg a Bajnokok Ligáját. Remélem, hogy ez a jövőben majd összejön nekik. Sok lehetőségünk volt, hogy ez most összejöjjön. Sok meccset játszottunk. Nehéz bármit is mondani, őszintén szólva, 10 nappal ezelőtt ezt még senki nem gondolta volna, de hát minden megtörténhet. Az első mérkőzés nagyon sokba került nekünk, de remélem tanultunk belőle a jövőre nézve, és a bajnokság, illetve a Magyar Kupa még hátralévő részére a Szeged ellen. Ha mi képesek leszünk felállni, akkor minden rendben lesz. Játszanak és nyerjenek az Építők magazinnal. E heti kérdésünk a következő. Milyen nemzetiségű csapat a Szkjern? A. Dán. B. Norvég. C. Svéd. A helyes válasz betűjelét a játék@lvkotoyelsport.hu e-mail címre várjuk szerdán 12 óráig. Kérjük, hogy a megfejtés mellett az e-mailben tüntessék fel nevüket és elérhetőségüket is. A legszerencsésebb játékos egy 10 000 forintos vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb, amely Hammel termékekre váltható be az LV Sport üzletében, vagy a www.websportáruház.hu webáruházban. Most pedig megmutatjuk, hogy ki nyert múlt heti játékunkkal. Négy hónapnyi kényszerpihenő után ismét Veszprémben köszönhettük William Akambrét, akinek még a Tatabánya elleni bajnoki mérkőzésen szakadt el a bal achilleszina. A francia kézilabdázó kiválóan érzi magát, és örül annak, hogy rehabilitációjának második szakasza immáron a Királynék városában folytatódik. A képek alapján ez egy átlagos hétközi edzés, ám a helyzet az, hogy több mint 4 hónapja nem volt ilyen tréning a veszprémi játékosok számára. Feltűnt ugyanis egy ismerős, rég nem látott arc a konditeremben. William Akambré a Tatabánya elleni bajnokin szenvedett achilleszín szakadást még 2017. decemberében. Most újra csapattársaival edzett. Befejeztem a rehabilitációmat Franciaországban. Úgy gondoltam, hogy az lesz a legjobb, ha otthon vágok neki ennek a hosszú útnak. Odahaza minden gép a rendelkezésemre állt, amelyek egy ilyen sérülésnél szükségesek a gyors felépüléshez. Ráadásul közel volt a családom és a barátaim is, ami a lelkemnek is jót tett. A
The leg is very good, tendon is not painful. Fájdalmat egyáltalán nem érzek a lábamban, tudok futni és kondizni is. Lépésről lépésre egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy újra kézilabdázhassak. Handball soon, I hope. Körülbelül 2 hónap múlva térhetek vissza 100%-osan, ha minden jól megy. Még legalább 1 hónap, mire ugorhatok, azt még egyelőre nem erőltetem. Futni már úgy, ahogy tudok, de persze még nem túl gyorsan. A lényeg, hogy jó úton járok. A francia légióst Nemanja Vučić gyúró vette kezelésbe. Achilles problem is one of the hardest injury in sport. Az Achillesin szakadás az egyik legmakacsabb sérülés, ami történhet egy játékossal. Az operációja jól sikerült, már lassan 4 hónapja túl van rajta, így elkezdhetett már futni. Jól halad, de követnie kell az utasításokat, hogy stabilan felépüljön. Az izomzatot újból fel kell építeni a lábán, ami nem egyszerű, de ez része a rehabilitációnak. Ez a munkánk, megpróbáljuk a lehető legjobban helyrehozni a lábát. Az edzésről jó páran hiányoztak, hiszen válogatott hét van. A magyar csapat péntektől vasárnapig játszik Siófokon, amelyről részletesen a következő heti Építők kézilabda magazinban számolunk be. Ahogyan már megszokhatták, hétről hétre bemutatjuk önöknek a klubnak otthont adó város Veszprém egy-egy nevezetességét. Ezúttal Melukku Miklós szobrászművész 56-os emlékművéhez kalózoljuk el önöket, amelyet a forradalom veszprémi hőse Brusznyai Árpád ihletett meg. A város közepén a megyeházával szemben találjuk a kortárs szobrászművész Melukku Miklós által készített 56-os brusznyai emlékművet. Az alkotás 2008-ban készült el a Védegylet Veszprémért Egyesület közalakozásából. Az angyal Brusznyai Árpádot Veszprém 56-os hősét ábrázolja. Brusznyai a nagyműveltségű tanár, a Veszprém megyei forradalmi tanács elnökeként példamutató magatartással ragaszkodott a törvényességhez, és fellépett az erőszak ellen. Az emlékművön a hatalmas angyal alak a kifejezetten jól kidolgozott veszprémi városkép fölé hajol, oltalmazva azt, alatta pedig a jól ismert Radnóti idézet: nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji felleg. Egykoron ő is kézilabdázott, neki köszönhetően épülnek fel mielőbb a sérültek. Ő tartja karban a kézilabdázók izomzatát a kőkemény terhelések közepette is, arról nem is beszélve, hogy az ő kávéját issza szinte az egész csapat. Ismerjék meg most kicsit közelebbről a veszprémi kézilabdázók fizioterapeutáját, Nemanja Vučićot. A neve Nemanja Vučić. Nemanja Vučić 1982. február 17-én született Belgrádban. Állampolgársága szerb. 2014 nyara óta ő a Telekom Veszprém egyik fizioterapeutája. Úgy gondolom, nagyon fontos minden játékosnak a regenerálódása kemény edzések és meccsek után. Ez az egyik módja a sérülések megelőzésének is. Ez jó a csapatnak, az edzőnek és minden kézilabdázónak. Az egyik legfontosabb dolog a profi sportban. Nem véletlen, hogy pont egy kézilabda csapat mellett dolgozik a szerb szakember. Fiatalon ő is ezt a sportágat űzte. Amikor elkezdtem kézilabdázni, nem is tudom, olyan 7-8 éves lehettem. Mint minden gyerek, kipróbáltam több sportágat is. Először fociztam, de aztán mivel volt több kézilabda csapat is a városomban, végül váltottam arra. Kb. 10 évig űztem, ami alatt ez a sportág a szerelmem lett. Mivel nem volt túl magas, így balszélsőt játszott. Példaképet is ehhez mértem választott. Szerbként egy szerb volt a példaképem a posztomon. Most ő a Tatabánya edzője, Vladan Matic. Még gyerek voltam, amikor a jugoszláv válogatottban játszott. Vagy csodáltam még a méltán híres német Stefan Krecsmárt is. Játékosként ugyan nem futott be nagy karriert, de az egyértelmű volt, hogy pályafutása befejezése után sem szakad el szeretett sportágától.
when I needed to go on some college and amikor tovább kellett tanulnom, egyértelmű volt, hogy fizioterapeuta akarok lenni a sport miatt. A sportban voltam, és így ott is maradhattam. Ez volt minden vágyam. 2014, I get one call from Momir Ilić. 2014-ben kaptam egy hívást Momir Iličtől. Megkérdezte, hogy volna-e kedvem Veszprémben dolgozni. Idejöttem néhány napra, körülnéztem a klubnál, a vezetők és a játékosok pedig megnézték, hogyan dolgozom. Kölcsönösen tetszett mindkettőnknek, amit láttunk. Aztán megállapodtunk, és megkezdtem a munkát itt. A munkát, amely igencsak változatos. Itt éppen Suk Timuzsinnak segít egy gép segítségével, hogy megszüntessék a felgyülemlett folyadékot a könyökénél, ami a fájdalmat okozza. Aztán legyúrja Renato Sulić izomzatát, szóval a munkahelyén nem unatkozik. Usually one hour before the training starts. Általában egy órával az edzés előtt kezdek. Felrakom a különböző tapaszokat például. Tréning után pedig sosem lehet tudni. Lehet egy óra, kettő, attól függ, mennyi munkánk van. A rengeteg munkaeszköz között a szekrényen egy kávéfőző is található, nem véletlenül. Edzés előtt a legtöbb játékos az ő kávéját issza. I like the coffee. Szeretem a kávét. Azt hiszem, mint minden balkáni srác. Szeretünk leülni meginni egy kávét, közben beszélgetni a kézilabdáról, az életről. Ez az egyik dolog, amivel kezdjük a napot. Nem is csoda, hogy mi a kedvenc magyar szava. I don't know, presso kávé. Ezt már rendelni is tud étteremben. Légy szíves, hogy kérem szépen. Azt mondja, alapszinten elboldogul a magyar nyelvvel, de nehéznek tartja. Feltett szándéka, hogy csiszolja még tudását a következő években is. Persze van olyan, ami már neki is nagyon megy. I don't want to speak some bad words, but nem akarok kimondani csúnya szavakat, főleg nem a kamera előtt. Na, azokból ismerek párat, okay, amik jól hangzanak. Vučić a családjával él Magyarországon, felesége Renáta, 3,5 éves kislánya pedig Dunja. Márko nevű kisfiúkat pedig most várják. Sometimes they are here, sometimes not. Néha kint vannak a meccsen, néha nem, de ha otthon néznek minket, akkor mezben ülnek a tévé előtt, és úgy szurkolnak nekünk. We like to spend in some walking. Szeretünk sétálni, jókat enni éttermekben. Ha jó az idő, közel van ide Veszprémhez a Balaton, az gyönyörű. Oda is szeretünk elmenni. Majd csak egyszerűen kicsit leülni, kávézni, beszélgetni. No, de persze a csúcs a kislányával töltött idő. She is so full of energy, so with tele van energiával. Mindig futkározunk, ugrálunk, játszunk. Fantasztikus vele. Szeretem nagyon. Amikor fáradt is vagyok, hozzá mindig van erőm. Boldoggá tesz engem. Én pedig imádom őt boldoggá tenni. A szokásoknak megfelelően a mai adásunkban is bemutatjuk önöknek a 7 játékosát és az 5 legszebb pillanatot. Mirko Alilović a jelenlegi állás szerint utolsó Bajnokok Ligája mérkőzését játszotta veszprémiként. Nem is akárhogyan, parádésan szállt be a Skjern elleni mérkőzésbe, így ő a 7 játékosa.
I will wear this jersey until my last game. Büszkén fogom viselni a Telekom Veszprém mezét az utolsó meccsemig, hiszen 7 lenyűgöző évet töltöttem itt, rengeteg előrelépéssel és jó eredménnyel. Bíztam benne azért, hogy sikerül megkoronázni az itt töltött időt, de nem így alakult. Nem szeretném még inkább csalódottá tenni a szurkolóinkat, úgyhogy azon leszek, hogy mindkét hátralévő trófeát megnyerjem a csapattal. Ez volt a mai Építők kézilabda magazin. Ne feledjék, jövő héten ismét jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!